A listán Észak-Macedónia, Horvátország, Bulgária és Románia szerepel. A beutazási korlátozás az adott országokból érkezőkre vonatkozik, de az onnan hazautazó szerbiaiakra nem. Szerbia három zónába sorolja az országokat a fertőzöttségi szint alapján, magyarázta dr. Branislav Tiodorovics a szerbiai válságtörzs sajtótájékoztatóján. Postoje takozvane tri zone. Crvena zona, to su svi oni koji su, da tako kažem, u kumulativnoj incidenciji iznad 100.000 imaju 25 i više na 100.000. Imamo plavu zonu koja znači ipak mora da se prati, tendencija se menja na nekoliko dana, na 7 dana i slično. I u toj zoni su oni od 10 do 25 kumulativne incidencije na 100.000 stanovnika. I imamo onu najidealniju koju bi želeli i mi da neka stignemo, što pre to bolje, a to je onaj ispod 10. I primjera radi, ja ću vam reći da na primjer u toj zoni se nalazi Mađarska, u toj se zoni nalazi jedna Norveška, Slovenija, ta zelena zona i tako dalje, ima još zemalja, ona obezbeđuje jednu sigurnost i za te zemlje ne tražimo nikakve, dakle, uslove, niti bilo kakvo ograničenje. Az úgynevezett turisztikai országokból érkező szerbiai állampolgárok kapcsán dr. Zorán Gojkovics elmondta, hogy egyelőre az ő esetükben nincs szükség negatív PCR-tesztre, azonban ez nem azt jelenti, hogy ez nem változhat a járványügyi helyzet alakulásának függvényében. A tartományi egészségügyi titkár hozzátette, hogy körülbelül hetente újra elemzik majd a helyzetet. Nemamo toliki broj novo pridošlih, obolelih i ovih turističkih zemalja, ako ćemo tako pričati, da bi uvodili neke restriktivne mere i prema građanima Srbije koji se nalaze van teritorije Republike Srbije. Međutim, to ne znači da se takva situacija neće dogoditi u nekom sledećem vremenskom periodu. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Szerbia nem kér PCR-tesztet a montenegrói állampolgároktól annak ellenére, hogy az országot a vörös zónába sorolják. Mindeközben nyitja a határt Montenegró is más országok előtt. Szombattól szabadon közlekedhetnek a Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Albániából és Észak-Macedóniából érkezők. A belépéshez azonban valószínűleg negatív PCR vagy ELISA-tesztre lesz szükség.